gondba, hogy nem tudjátok azonnal a választ. Már 4 év is kevés volt, hogy minden tisztességes köszönést megjátítson az ember. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltetek. Tehát megmondom őszintén, én egy nap legfeljebb 20 embert tudok gyóntatni. Úgyhogy így összeszámolom a lábaitokat, és elosztom 2-vel, ugye 140. Akkor az 7 nap hideg élelmet hoztatok magadokkal? Microsoft. Vagy a merev lemezem vagy. Áldoztassék meg a te Windowsod. És jöjjön el a te frissítésed. Legyen meg a te javítókészleted. Miképpen a Windowson, azon képen az Office-ban is. Minden napi MSN-ünket add meg nélkül. És bocsáss meg a mi kalózmásodat. Mi kéten mi is megbocsátunk az Invitelnek, a UPC-nek. És ne vigy minket az IBM-hez, de szabadíts meg a vírusoktól és az egyéb férgektől. Mert tiéd a DOS, a Windows XP, és a többi trágya, mindörökké. Enter! Soma, toi per human clomeno, ei sta fascina marti. Ave Maria, grazia prepos gaudiamus igitur. Schluss! Schluss! Vége! Ön az Zakariás atyám. Igen, én vagyok gyermekem. Hát hol van, atyám? Szállj magadba gyermekem, és ne szemtelenkedj, mert mindjárt kiimádkozok egy igazgatóit. Attól félek, megszálltak a gonosz szellemek. Turcsányiné, Juroszkoné, Budainé, Nyárai, Horváth, jaj, hagyj el engem! Jaj, van, ki már csak számítógépes programokban élsz, segíts, segíts, hogy nem segíts. Hogy megjelentek, és gyerekeznek. Gyónoma! Ha nyílt mán ki vaze, hát... Hát ott a sarokban 37 társad vár a megnyugvásra. Gyónoma mindenható Atya Istennek, Isten helyett neked lelki atya. Hogy ences éveim alatt a következő vétkekkel bántotta meg az én jóságos Istenemet. Tiltott helyen dohányoztam. Remélem elkapott az igazgatónő. Az internetezést a tanulás elé helyeztem. A benne egyemes a jó dolgodat. Mértéktelenül vedeltem Erika büféjében a Coca-Colát. Várja Magdolna. Órán rendszeresen ettem. Már meg is látszik. Apárnál is fiébb leszel már. Szinte adminisztrálhatatlan mértékben hiányoztam igazolatlanul. Atya úristen! Hát hogy a roppant a Szisz Máriába tudok én ennyi bűnt megbocsájtani neked? Ide hallgass lányom. Üzletet ajánlok. Elmégy most. A
azt visszajössz. De annyi gyertyát hozol az oltára, hány bűnt elkövettél. Megegyeztünk, anya. Addig is, amíg... De igyekezik! Nehogy cigarettázni menjél nekem, mint szoktad egyébként is. Addig elmondok egy lelki üdvöt. Ki a Sándor palotában vagy? És onnan veted le ránk sólyom tekintet. Nem sokáig említjük már a te nevedet. Jöjjön már el valami, de ne a te országod. A népnek is legyen meg már végre az ő akarata, és ne csak Budapesten, hanem vidéken is. Ami mindennapi szezámmagos kenyerünket. Add meg népünk ma, és bocsáss meg végzős diákjaink vétkeit. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak a politikusoknak és ingyen élőknek, akik elherdálják drága adóforintjainkat. És ne vigy minket a kísértésbe, nehogy még beleessünk. De szabadíts meg minket a pénzherdáló pártoktól, mert nem a tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Háromszor fordulok. Na. Hát, köszönöm a gyertyákat. Ettől függetlenül. 40 hiszek egy, és 20 mi atyánk. Ez egy kicsit sok lesz. A mi atyánkból sosem elég. Hát az enyémből ennyi sem elég. Miért gyermekem? Atyám, azt mondja a 10 parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet. Nézze meg ezt a képet. Ez apám. És most nézze rá! Ördög és pokol. Micsoda hal! De most már mindegy, kiöntöm szívemet. Önt ki, fiam? De én lány vagyok. Isten és az igazgatónő előtt mindannyian egyformák vagyunk. Anyám! Atyám! Atyám, köszönöm, hogy meghallgat. Köszönöm a bizalmát. Muszáj bevallanom. Az elmúlt 6 évben, amióta ide járok, nem sikerült megtanulnom Neumann tanár úr órájára a Varga elveket sem, a Newton törvényeket sem. Iszonyú! Iszonyú! 10 mi atyánk és egy decibelis. Na, most 10-et higgyek, vagy egyet? Egyet. Hogy mindannyian a Fejér megyei önkormányzat kezében vagyunk. Meg azt hittem, hogy az anyosoméba. Itt mocsosz lányom. Semmi, csak. Tudja, atyám, bűnös viszonyt folytatok egy dögös pasival. A sátán markába kerültél. Önnek bizonyára igaza van, atyám. Mikor áldoztál utoljára gyermekem? Tegnap a Székesfehérvár Velence járaton. Elhagytam a bérletemet, és jegyre áldoztam az összes zseppénzemet. 185? Mi, atyám? Forint, atyám, forint. Elsajátítottad-e Auer tanár úrtól a cserepezés fortéjait? Jaj, atyám, természetesen elsajátítottam. Azóta is otthon a testvéreimet 3-as kötésbe állítom, azon kívül a Népszabadság helyett a Virágföldet szállító elevátort járatom. Ha? Aztán megtanultad-e a virágkötészetet a mazok tanárnőtől? Természetesen, atyám, és olyan szinten művelem, hogy a tanárnő buzdítására tanfolyamot szervezek holland virágkertészeknek. Ha? És megtanultad-e
magadévá tetted-e Nagy Eszter tanárnő helyesírási útmutatásait? Természetesen, és azóta Kepler nevét nagy K-val írom, az ellipszist kettő ellen, sőt, Neumann tanár úr biztatására felzárkóztató órákat tartok a tízába. Isten megválál egy jó cselekedeteidet. Aztán meg tudtál-e barátkozni földrajzórán a heliocentrikus világképpel? Világos előtted, hogy a nap a mindenség középpontja, és a többi bolygó körülötte kering, úgy, ahogy az rendtársam, Kopernikus atya gondolta. Hát, atyám, én megvallom őszintén, hogy én a földközpontú világszemléletnek vagyok a híve, sőt, azt is merem állítani, hogy a föld lapos, mint a tető. Ó, gyermekem, hát ezt a tévedésedet kivételesen megbocsájtom. Nekünk is legalább 400 évig tartott, míg megértettük és elfogadtuk. Ezért nem küldelek az inkvizíció elé. Belé tudta-e verni Mátyás tanár úr a béka perspektíva készének a szabályát? Hát azt nem. De szerencsére egyébben nem is próbálkozott. És megértetted-e Sarodi tanárnő magyarázatát az ionról? Meg. Illetve nem egészen, mert hogy állandóan felcserélem az ion fogalmát a kamionnal. Talán állandóan az 5 óriási különbség van köztük. Megtanultad-e Jánosi tanárnőtől, hogy a 110 ezer az racionális szám? Ezt igazából megtanultam, ha bár egy korrepetálás alkalmával elmondta nekünk a tanárnő, úgy 4, 8, 10, 20 szem közt, hogy ha ezt a számot egy gyakorlott tanár fizetésének tekintjük, akkor irracionális. Gyermekem, ez a mi szakmánkban is így igaz. Atyám. És a kollégiumban erkölcsösen viselkedtél-e? Hát, bevallom, hogy egyszer megmutattam egy fiúnak a nagy a telefonomat. Aztán tövig... Na ezt tudja meg a Balogh tanár úr! Róla. Ne paráználkodj! És ez már nem az első gyónásod, hogy beismered. Ezt a szülőkkel is meg kell beszélnem. Igaz, apáddal már beszéltem, nem sokra mentem vele. Neked is hiába mondom, de nem baj, nagy az én türelmem. Teszek még egy próbát. Küld be anyádat! Azonnal érintkezni akarok vele! Tudod, hogy a legnagyobb bűnt mondtad ki a fejedre? Jaj, mit szól hozzá, hogy tudom? Mert mi lenne a dolgom szünetekben az udvaron barangolni, felkelt alapot készíteni, a felszolgálást megtanulni, ha? Vagy koszorút kötni, vagy az állatokat kiganyézni, vagy ne csak valami nyelvet is tanulni, hogy ne csak kommunikál, hogy tudjam kommunikálni, ne csak mutogassak, szóval az nem is igaz! Veszek is be egy oldatot, és alszom a ballagásin. Az őrülteket a Dakota indiának is. Légy könyörületes egy gyönyörű porhüvelyhez, Uram, és add meg neki azt, amit én nem adhatok. Napi 1 liter rostos üdítőt,
és a következő Enc plakettet.